A pénzügyminisztérium munkatársai tartottak előadást a tudatos pénzhasználatról a táborlakóknak a szerdai nap folyamán. A szakmai esemény célja, hogy ne csak az iskola rendszerben jussanak pénzügyi tudáshoz a tanulók, hanem a szabadidejükben is. Dr. Teveli Izabella szerint fontos már fiatalkorban elkezdeni a gyerekek pénzügyi nevelését, hiszen a pénz átszövi a mindennapjainkat és befolyásolja az életünket. Pénzügyi tudásnak a birtokába juttassuk, ami majd megalapozza számukra, hogy az életük során a megfelelő pénzügyi döntéseket megfelelő megalapozottsággal magabiztosan hozzák majd meg. Miért tartja fontosnak a fiatalok minél korábban elkezdődő pénzügyi nevelését? Ugye ez egyfajta alapkompetencia körbe tartozó tudás, tehát a pénzügyi tudás talán úgy tudnám kifejezni olyan, mint az olvasási készség, az írás tudás, hiszen a pénzügyi döntések átszövik az életünket. A táborban hagyománya van annak, hogy tematikus napokkal színesítik a programokat. Idén egy új téma is helyet kapott, a pénzügyi ismeretek. Az idei tematikus napnak a témája, hogy a pénzügyek, a pénzügyi tudatosság, hogyan bánjunk a pénzzel. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan kérdés, amivel mindenki nap mint nap találkozik, és lehet, hogy fiatalabb korában az ember még ezt nem érzi annyira súlyos kérdésnek, de aztán utána az életben rájön, hogy gyakorlatilag a mindennapjaink erről szólnak. Szajli József hozzátette, a diák újságírók számára kiemelten fontos ez a téma, hiszen a maguk környezetében véleményt formálnak. Elő háttéranyagot biztosít a későbbiekben egy riportanyag vagy egy cikk elkészítés. A táborozók egy társasjátékot játszottak végig, melyben helyes pénzügyi döntéseket kellett hozniuk, hogy megnyerjék az életjátékát. A szüleim kiskoromtól fogva nagyon fontosnak tekintették, hogy ellássanak a megfelelő tudással ezen a téren, és emiatt kaptam meg pár évvel ezelőtt az első bankkártyámat is, hogy felnőtt koromra már ezzel abszolút ne kelljen foglalkoznom, csak más fontosabb dolgokkal. A csoportok játékos formában felkészülhettek arra, hogy milyen lesz családfőként felelősségteljes döntéseket hozni.